Jeruzsálemben vagyunk, miközben az ENSZ biztonsági tanácsa felszólította a feleket arra, hogy léptessenek életbe azonnali tűzszünetet. Jeruzsálemben 4 légriadó volt egymás után. Az egyik rakéta a palesztin autonómia beli Hebronban csapódott be, a másik pedig Betlehemben, és egy pedig Izrael területén, Efrátban. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés. A dolog érdekessége, hogy a palesztin autonómia városait, így Betlehemet és Hebront is az izraeli polgárvédelem látta el arab nyelvű tájékoztatókkal, hogy hogyan védekezzenek a rakéta támadások ellen. A Hamasz egy új taktikát választott, és megígérte, hogy 20 perc múlva, 9 órakor Tel Avivot fogja lőni új típusú rakétákkal. Egyébként Jeruzsálem utcái, úgy, mint Tel Aviv utcái szinte elnéptelenedtek, és ilyenkor szombat este, amikor hatalmas tömeg szokott lenni a városokban, a fiatalok ilyenkor szoktak kiülni, szórakozni, a városok szinte utcái teljesen üresek.